Hát a puskapor és a porcelán után a modern Kína legújabb találmánya a brutális erejű futballmágnes, amely most a Paris Saint-Germain-ász is magához rántotta így legutóbb, de a magyaroktól fesgő lengyel ligában Gózsák Nikolic is van a hírek szerint, miközben Huszti Szabolcs meg már hátat fordított keletnek. Filipovics Vladan játékos igazolásokról és trendekről beszélgetünk vele, szia jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Uh, Bládán, ugye a téli időszakban jóval kisebb a játékos mozgás általában is, de úgy tűnik, hogy most Kína felrobbantott mind Mindent? Igen, ez lehet mondani hogy meglepetés, de ha tudjuk, hogy pár évvel ezelőtt meg egy drogba, egy drogba adigazolt, ad és akkor mindenkinek egy nagy meglepetés volt. Egy év után kis botrány a annan, és mindenki gondolkozott, hogy akkor majd megáll az egész, most újra elindult a piac. Igen, akkor egy időre megáll, de most úgy tűnik, hogy megint Igen. nagy duranás van, és most már elég sok drogba csinálhat nyarat, nem csak egy fecske van. A magyar játékosok iránti érdeklődés, ami úgy tűnik, hogy megnőtt, ez az EB kiutás miatt, ez Kínára is igaz lehet? Tehát, hogy ott, ottanra is úgy figyelnek, hogy hát ezek a magyarok ott lesznek itt Európában a kontinens tornán? Igen, ez nagyon fontos. Azt mondom, a kínai csapatoknak ez elsősorban a, a játékos, a név. Most próbálnak, minden csapat próbál először egy nagy nevet igazolni, egy top játékos ha esetleg valami miatt nem tudnak, akkor néznénk egy ilyen idező, mondjuk nem másik kategória, egy, egy, egy ilyen subtop országtól, és azt mondja, hogy a magyar játékos most ez a kategória tartozik, amit, amit piac képesek Kínára is. Tehát mondjuk Nikolis is nem annyi esetében azt mondhatja egy kínai klub, hogy kér, idehoztam nektek a lengyel liga gólkirályát, gólövölistájának vezetőjét. Ugye? Igen. Ez, ez így már jó hangzik, tehát így lehet Abszolút, igazán. abszolút. Hát Nikó ugye azt mondta legutóbb, hogy lehet, hogy kevesebb gólt kellett volna rúgnia, mert nekem úgy tűnik itt is, hogy beszélgettünk, ő elég tudatos ember, fontos a család, sok minden, szóval ő jól érzi magát a légiánál. Maga nem is nagyon menne el Kínába, igaz? Vagy ez, ez egy bonyolultabb dolog, mert van a igen, rúg, van az Igen, ügni? bonyolultabb dolgok, mert azt mondom, hogy ez a Kína, nekünk ez nem első sorban az első cél, hogy oda, oda menje a Nikó, Inkább, az inkább, a Bundesliga lenne? Inkább nyugatra Bundesliga, azt mondom, esetleg Anglia, de persze tudjunk, hogy a, a légia, ebben az évben van nekik száz éves egy jubileum, és ők szeretne megérni a bajnokságot, és persze a Nikon nélkül ez picit nehezebb lenne, és volt több érdeklődés, több csapat, aki megkerest, és akarta Nikot vinni, de a légiád nem kis összegért érte, amit azt mondja nyugatra, nem sok csapat kifizet. Mennyi az? Ez nem nyilvános. Sajnos. Titok. Most titok. Öm, lesz, lehet olyan kínai ajánlat szerinted, ami mégis a légiát is arra készteti, Öm, lehet, hogy NIKO akarat ellenére is, hogy eladják? Pont igaz, ezt igaz, hogy mit van a tél, ha elvinnék Kínába, a focizne egy fél évet, és akkor az eredeti cél teljesülhetne, hogy Kínából igazolhatna mondjuk a Bundesligába, az nem olyan jó felépített ugye, történet, Igen, nem? így van, csak ez nem lehet nem lehet úgy tervezni. Mindig mondom, egy játékos nagyon fontos, persze pályafutás, szakmailag melyik bajnokságban játszik, melyik csapatban játszik, de ha jön egy megkeresés Kínába, vagy esetleg Emirátusba, vagy Oroszországba olyan pénzre, amit egy játékos nem biztos, hogy bármikor Európában tud... Hát a most 10 millió eurós fizetésért. Mert... Például. És tudjuk, hogy pár hónap ezelőtt erről plegykáznak, hogy Barcelonába igazolni fog. Majd egy játékos, aki Paris saint játszik, és esetleg van lehet, hogy Barcelonába futballozni, és utána elmegy Kínába, akkor miért a Nikolic, vagy bármi magyar játékos ne csinálja egy ilyen dolgot? Azért mondom, ez inkább azt mondom, hogy egy játékosnak fontos a, a szakmai része, de mindenki tudja, hogy persze nem mondom, hogy csak pénzről van szó, de nagyon sok dolog pénzről van szó. Játékosok alig várnak, hogy játszunk Európa-bajnokságba, hogy tudnak megmutatni magunkat. Ha most Nikolic 22 éves, vagy 3 éves, akkor persze, hogy nem erről beszélünk, de ő 28 éves, és hogy olyan csapat most jön Kínába, vagy Oroszországba, hogy olyan összegre tud fizetni neki, meg a légiának, hogy mindenki jól járjon, miért nem? Mm -hmm. és de hát itt azért már 10 millió euróról Igen, beszéljön. és a visszaút is van. Itt nem van Huszti. Igen, tehát azt kérdezem, hogy a Huszti kivétel, vagy a Huszti éppenséggel nem kivétel mondjuk egy Nikónak az Európa bajnokság előtt fél évvel, hát nincs annyira szem előtt, hogy így mondjam, a magyar válogató szempontjából, ha Kínából futbolozik. Hát ez igazából a szem előtt most szerintem lesz, mert mindenki fog figyelni most a kínai bajnokságon, hogy ilyen nagy játékos igazolt dolog ez mindenkinek, hogy mondom, érde, érdekelni fog, hogy hogy, megy ott kint, hogy fognak játszani, és tényleg csak pénzre van szó, hogy ezek oda tesznek magunkat is segítenek, hogy a kínai bajnokság is fejlődjön, és azon mondom, hogy biztos, hogy szem előtt lenne, de mondom, nem elsősorban ez a célunk, de ha olyan olyan jön, amit visszautasítotlan. Jó, ez a dolog az... még nem dőlt el, és, és, ez a lehetőség is benne vagy el fog menni, tehát ez nem zárható. Így ki. van. Ha Szabolcsról szó esett már, Huszti Szabolcsról, az nagyon érdekes, hogy az ő eset az bizonyít, hogy van visszatérés, igen magas szinten is. Na jó, persze, hát ő egy eléggé magas kategóriájú játékos. Ez, ez neki, ahogyan visszatért, ez egy előrelépés, visszalépés, tagnálása, hogy, hogy ítéled meg szakmailag? Ez abszolút előrelépés. Én már, én már akkor nyilatkoztam, amikor a Szabi hogy, hogy én szerintem ez mindig fontos, hogy egy játékos hogy fogadja ezt a klubváltást, mert nála soha nem volt, hogy azért menjek valahol, mert csak pénzt keresem. Persze fontos, de ha valaki rendszeresen és normálisan adateszi teszi magad profi módon, amit ő mindig csinálta edzésen, meccsen, akkor abszolút a visszaút van, nem csak nála is, több jár, más játékosoknál is, de ő mindig mondom, egy ilyen példakép tud lenni abszolút magyar játékosoknak. Hát egy ilyen gondolom az ő esetében az ő kínai klubja, az hát nem hogy versenyképes, hanem nyilván többet is tudna neki kínálni, mint a Frankfurt, nem? Abszolút, tehát így a, van. Í Itt, tartunk, tehát... Így van, így van. Na most nézzük meg azt, hogy van-e olyan játékosod, aki a közeljövőben olyan karriert futhat be, mint Huszti Szabolcs. Ha veszünk bizonyos hasonlóságokat, egy középpálya, kisebb termet, Erős magyar klub, Radó András, de nézzük meg, hogy ki most komoly fantáziát ilyen szempontból. Hát igazából ez mindig attól függ, a, a nemzetközi parancsok, hogy fognak szerepelni a játékosok. Itt van most Európa-bajnokság, lesznek megint de remélem nyáron a csapatok, akik messzebb fognak menni a nemzetközi parandra, mert ez inkább a, a fontos egy játékos eladásánál. Utána ezek a játékosok nagyon fontos ez, hogy karakter legyenek. Én mondom, mindig hangsúlyoztam a, a Hustina, ez nagyon fontos, hogy ő, ez, hogy nagyon jó ez mindenki tudja, de hogy karakter, ez szerintem neki az ő karrier nagyon sokat segített. De ez, hogy valaki, mint a Szabi 20-21 évesen elment külföldre, vagy, vagy, mint a Gerazoli 25 évesen elment először külföldre, 24 évesen, ez nagy különbség mind a két karriered nincs. Maximum ez az Zoli játszott Angliából 8 éve, 10 éve, bocsánat, a Szabi több országban játszott, de mind a kettő azért, mert profi módon edzettek, játszottak, értek, és karakterek tudtak ezt a karriert elérni. Magyarországon biztos, hogy vannak játékosok, hogyha megkopják a lehetőséget, például Radó Andrés, vagy a Kovács István, ezek a játékos szerintem tudnak egy ilyen karriert futni, kis szerencsé kell hozzá, biztos, meg ezt is, hogy bízok benne, hogy a, megint a hogy jó fog szerepelni, mert ez mindenkinek segít. Hát az föl fogja értékelni. Az a legbiztosabb felvevő piacnak azonban EB ide vagy oda, hosszabb távon is Lengyelország tűnik. Mondhatod előre, hogy nyártól is valószínűleg az eddigi referenciák alapján tovább fog nőni az odaigazoló magyar játékosok száma? Biztos, hogy megkeresés lesz, mert most is télen volt több csapat, legnagyobb csapat megkeresett engem a más magyar játékosok miatt, minden, de én bízok benne, hogy Európa bajnokságban jó fog sikerülni, és a fiúk jó fog játszani, és szerepelni, akkor akár Németország vagy Anglia fele újra, megmondom, volt egy időszak Angliában több mint tíz játékos játszott Premier League-ben, Championship-ben. Gyurcsó Ádám esetében, aki ugye a Pogons Csecsényhez igazolt, az a stratégia, hogy majd onnan lépjen egy lépcsőfokot egy következő erősebb ligába? Igen, ez a, ez a tervünk. Ezt közösen megbeszéltünk. Azt mondom, hogy a Ádámnak voltak most lehetőség több országban, Belgiumban is, Hollandiában, Olaszországban is, de közösen úgy döntöttünk, hogy ez a lengyel csapat, aki tényleg nagyon akarta itt igazolni, lehet mondani, biztos, hogy játszani fog. Ha úgy fog teljesíteni, mint amit mi várunk és reméljünk, akkor az abszolút egy, egy, egy lépcső, és utána tovább lehet menni nagyobb és jobb bajnokságban. Mi a helyzet, mit kell tennetek majd Tőzsér Dániel-el, akire most ugye látjuk, hogy ősz, ősznépi harag is zúdulhat klubjánál, a szurkolótában áll, illetve aki hát egy kicsit meg is sértődött a válogatottból történt kikerülése miatt, szóval kiket kell itt ma nyáron megmozdítani? Hát a Dániel esetben egy picit, picit érdekes, mert nagyon jó, előző szezonja volt, a csapat feljutott, úgy volt, hogy ott fog maradni, utána nem történt, klubártás tett utolsó pillanatban a Queen's Park rangers igazolt, és ott két-három hónap alatt három edzőváltás történt, és ez is most is látsz az eredmények alatt, hogy a csapat szerintem miatt a Hessenberg az edzőt, szerintem egy vagy két meccsen csak nyertek. És ez, hogy Hmm, kitalálták idezni, -e, hogy a, a, csak a Dani rosszul játszik, hogy a bűnök, szerintem ez nem igaz, csak valószínűleg ez nagyon nagy elvárásaik vannak ott a szurko a Tőzsertől, a dani mert az előző szezonban egy, egy Watfordnál egy alapember volt, és nagyon jól játszott, de én biztos vagyok benne, hogy a Dani újra jó fog játszani, bízok benne, hogy a visszakerül a válogatottból, mert ez nem is annyira harag volt, inkább ez, hogy picit meglepőt, nem beszélt a szövetségi hogy miért kikerült a csapaton minden, de szerintem a, a magyar érdeke hogy ha jó formában volna, abszolút tud lenni, és utána meglátjuk, hogy ez nyáron klubváltás fog történni, vagy, vagy, vagy ott fog maradni, igazából van meg egy éves szerződés. Lazán, köszönöm szépen, hogy itt voltál Köszönöm.